készültünk valamire, ami szerintem működött is. Sajnos kaptunk egy gólt, ami a B-tervet kellett, hogy előhozza. Ezt a srácok nagyon jól megoldották, és voltak helyzeteink, nagy helyzeteink voltak, amit nem tudtunk berúgni. Fél időben még inkább sikerült ezt átbeszélni, és én azt éreztem, hogy folyamatosan nyomás alatt tudjuk tartani a Kecskemétet, akinek nyilván van egy jó csapata, egy nagyon jó védekezése, amit nagyon nehéz feltörni. Ezt nekünk sikerült, igaz volt, hogy szabálytalan góllal, de nagyon elégedett vagyok a srácokkal, mert azt, amit kértem tőlük, azt a 100%-osan a pályára tették. Köszönöm szépen. A sajtó munkatársainak részéről van a kérdés. Mence parancsolj. Borbola Bence vagyok a Nemzeti Sporttól. Szia! Szia! Hogy érzed, alakulhatott volna azért másképp is, ugye különösen ott a szünet után és percekbe jöttek, mentetek előre nagyon, több volt ebben a mérkőzésben? Abszolút. Abszolút. Jó volt egy kis ideig úgy érezni, hogy 2-1-re vezetünk. Utána meg is volt a terv, hogy hogy lesz a 3-1 belőle, de aztán azt nem sikerült már nyilván összehozni. Én most nem számoltam, de én a 2-nél többet nem, a két gólon kívül több helyzetet nem nagyon számoltam össze a Kecskemétnek. Ez azért valahol fontos, amellett, hogy foghatjuk a szerencsétlenségre, meg egy csomó mindenre. Fontos azt látnunk, hogyha úgy kapunk gólokat, hogy nem feltétlenül kellene, vagy egyébként a Kecskemétnek ez egy nagy fegyvere, hogy váratlan gólokat tudnak rúgni, és olyan helyzetekből tudnak gólokat rúgni, amire nem számít az ember. Ennek most mi is az áldozatai lettünk. Ezen dolgoznunk kell, mert továbbra is azt gondolom, hogy a Debrecenbe kapott gólok is elkerülhetőek lettek volna. Itt is volt olyan gól, ami elkerülhető lett volna, de a volna meg a lett, ugye ezt már beszéltük, hogy nem működik. Úgyhogy mondom még egyszer, hogy én pozitív vagyok, van nagyon sok minőségi játékosunk, van egy jó öltözőnk, és biztos vagyok benne, hogy ez egy idő után vissza kell, hogy forduljon, és hát ha egyszer nekünk sikerül úgy, hogy bepattanjon, vagy ellenünk állítanak ki valakit, vagy nekünk adnak meg egy gólt, ami az ellenfélnek nem. Úgyhogy nem látok még egyelőre problémát ebben. Nem egy kérdés valakinek. Nekem egy kérdésem, ha beavatnám, hogy az öltözőben mit tudtál mondani, mit mondtál a játékosok egy ilyen mérkőzés után? Meg tudtad őket dicsérni? Nem, hát azért itt azt kell, hogy lássátok, hogy profi játékosokról van szó, akik tökéletesen tisztában vannak azzal is, hogyha jól játszottak, meg azzal is, hogyha rosszul, illetve itt az öltözőben azért nagyon sok mindent most nem szabad, vagy nem kell mondani, mert itt azért vannak ugye indulatok, vannak olyan dolgok, ami egy elvesztett mérkőzés után nem jó, hogyha egyből értékelünk, úgyhogy csak próbáltam, hogy emeljék fel a fejüket, mert amit tudtunk, azt megtettünk ma. Most ez ennyire volt elég. Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez, és magunknak pedig a mutatott játékhoz, ahhoz a tűzhöz, amit én szeretnék látni. Ez, hogyha minden egyes játékos megcsinálja, és ebben tudunk tovább haladni, akkor én nem látok problémát. Folyamatosan tudok előhúzni olyan játékosokat, akik kezdőként nagyon jó teljesítményt nyújtanak. A mai meccsen is voltak olyan kezdőjátékosok, akik a Debrecenben nem játszottak, és nekem nagyon-nagyon tetszett a teljesítményük, úgyhogy remélem, hogy hamarosan a sérült játékosaink visszatérnek, a beteg játékosaink meggyógyulnak, és egy teljes kerettel dolgozva nagyon sok csapatnak borsot tudunk törni az orra alá. Egy héten belül 3 mérkőzés a csapatra, 2 már megvan, volt egy döntetlen, most egy vereség, mi lesz az Újpest ellen? És nem sugallom a választ. Hát, ugyanúgy készülünk az Újpest ellen is, hogy szeretnénk nyerni. Annyival rosszabb egy kicsit a helyzetünk, hogy ugye nagyon kevés időnk van erre. Most azért nem azt mondom, hogy óriási tengernyi időnk volt, de ez a 3 nap azért sok mindenre elég volt, és nem panaszkodom, hogy nem tudtunk felkészülni a Kecskemétből megfelelően.
Most azért nem lesz ennyi időnk, illetve van ugye egy olyan szituáció az Újpestnél, amire nehéz felkészülni, úgyhogy egyetlen egy feladatunk van, a mi legjobbunkat nyújtani vasárnap. Nagyon sok néző előtt, nagyon jó játékot produkálva ezzel a tűzzel, és remélem már több rugott góllal, mint kapott góllal.